Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, és ez a heti hetek a szokásos interaktív lapajánlónk, így most ezúttal a nemzeti ünnep miatt egy nappal korábban jelenünk meg, tehát a digitális olvasóink már ma szerdán olvashatják a legfrissebb számunknak a tartalmát, az előfizetőink pedig a print lapszámba, nyomtatott lapszámba csütörtökön kapják készhez, illetve jelenik meg az újságárusoknál is ez a szám, amelyen egy bibliai idézet kapcsolódik a nemzeti ünnephez, március 15-éhez. Ez így szól, megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz. És ennek a lapszámunknak a központi témája, ahogy a címlapon is szerepel, a szabadság. A szabadságnak a különféle vonatkozásai állnak a középpontban. Ha föllapozzuk az újságot, akkor mindjárt az első helyen egy interjút olvashatunk Amichai Csikli izraeli miniszterrel, aki a hétvégén Budapesten járt, és egy nagy sikerű előadást és fórumot tartott itt a szerkesztőségünkhez nagyon közel, a Hitparkban, a Hitcsarnokban. Ennek a felvétele a Hetek YouTube csatornáján megtalálható, és a miniszterrel készített Kulifai Máté főszerkesztő helyettes egy interjút is. Ugye Izrael számára a szabadság az elsősorban és legközvetlenebbül az emberi élet biztonságának és az életkörülményeknek a szabadságát jelenti, nem egy elvont fogalom. Izraeli családoknak a milliói élnek úgy, hogy mindennapos fenyegetettség kíséri a létezésüket. Terrortámadások, rakétatámadások kísérik évtizedek óta az ottani életformát, ennek ellenére tudtak egy nagyon élhető, virágzó országot teremteni. Ennek a tanulságairól is szó van az interjúban, arról is, hogy hogyan zajlik és milyen eredményekkel járt az október 7-e utáni izraeli akció a Hamas terrorszervezetnek a felszámolására, mi a helyzet a túszokkal, mi várható Izraelben, mit tudnak, hogyan látják a külföldi nyomásgyakorlást, amely Izraelre irányul annak érdekében, hogy az önvédelmi harcát szorítsa korlátok közé, rendelje alá külföldi érdekeknek, többek között az amerikai elnökválasztás szempontjainak és érdekeinek. Ugye a héten volt egy éles üzenetváltás Joe Biden amerikai elnök és Benjamin Netanyahu között. Biden megüzente ultimátumszerűen Izraelnek, hogy állítsa le a hadműveletet a gázai övezetben, és semmiképpen ne indítson támadást a déli, az övezet déli részén fekvő Rafah város ellen, ahol feltehetően a Hamasz a még életben lévő izraeli túszokat rejtegeti. Elképzelhetetlen ez a fajta nyomásgyakorlás szövetségesek részéről, de azért Magyarországon is tapasztaljuk ezt, ugye nálunk is, ha nem is ilyen drámai körülmények között és drámai helyzetekben, de megmutatkozik a szövetségesek részéről a nyomásgyakorlás, többek között ez ellen tiltakozott Szijjártó Péter külügyminiszter, amikor berendelte a külügyminisztériumba David Pressman amerikai nagykövetet. Tehát így állnak a szövetségi viszonyok, miközben 25 éve van éppen az évfordulója annak, hogy Magyarország csatlakozott a NATO-hoz. Ennek az évfordulónak a kapcsán beszélgetünk majd Somkuti Bálinttal, az MCC geopolitikai műhelyének biztonságpolitikai szakértőjével arról, hogy milyen tanulságokkal járt ez a 25 év, előnyökkel, hátrányokkal, ugye sajnos magyar áldozatokat is követelt az afganisztáni katonai szerepvállalás, amely a NATO vezetésével egy nemzetközi koalíciót rendelt a Közel-Keletre. Vannak magyar, ha nem is halálos áldozatai, de súlyos sebesültjei a Koszovóba tevékenykedő KFOR erőnek is. Önmagában Koszovónak a kérdése egy érdekes szerepvállalása a NATO-nak, hiszen egy olyan államról van szó, amely egy oldalon kiszakadt egy másik államból, Szerbiából, miközben azt látjuk, hogy Ukrajnában a Oroszországhoz csatlakozó tartományokkal szemben a NATO
egyértelműen és határozottan fegyverrel és pénzzel, sőt a legújabb felvetések szerint akár katonákkal is Ukrajnát támogatja. Ezzel szemben a Szerbiától elszakadó Koszovó oldalára állt a Balkánon, többek között is a NATO-val kapcsolatos dilemmákhoz tartozik, mindezekről majd beszélgetünk, tehát Somkuti Bálinta. De visszatérve a lapszámunkhoz, még a Közel-Kelettel foglalkozik a gázai számháború című cikkünk, amely a Hamasz szám misztikájával foglalkozik, ugye rendszeresen visszatérő, mantraként visszatérő fogalomként használja a nemzetközi sajtó is a gázai egészségügyi minisztériumra vonatkozó, hivatkozó becsléseket több tízezres áldozatokról. Nem létezik ilyen, hogy gázai egészségügyi minisztérium, ez a Hamasz által bemondott számok, amelyek tartalmazzák az izraeli becslések szerint legalább 13 ezer terroristának a veszteségét is. Természetesen vannak civil áldozatok is, akiket a Hamasz élő pajzsként maga előtt tartva szolgáltatott ki a támadásoknak, de ennek a számháborúnak a háttér igazságairól, háttér információiról szól Rimaszombati Andreának a cikke. Kik akarják háborúba sodorni Európát? Ugye azt láthattuk az elmúlt napokban, vagy hallhattuk, és láthattuk is, hogy Macron elnök több olyan kijelentést is tett, amely arra vonatkozott, hogy amennyiben Ukrajna vereséget szenvedne, vagy ennek a közelébe kerülne az orosz-ukrán háborúban, akkor a NATO-nak, vagy a NATO egyes tagállamainak szükséges lenne szárazföldi csapatokkal is beavatkozni ebbe a háborúba. Első körben elutasították Macronnak a fölvetését, de ő kitartott emellett, és azt lehet látni, hogy azóta már a lengyel külügyminiszter, maga a lengyel miniszterelnök is, a cseh elnök és balti államoknak a vezetői is jelezték azt, hogy egyáltalán nem zárják ki a közvetlen katonai beavatkozásnak a lehetőségét Ukrajnában. Alakult tehát egyfajta ilyen Franciaország vezette készségesek koalíciója, ugye ezt az Egyesült Államok használta az iraki háború esetén a nemzetközi szövetségre, amely ENSZ felhatalmazás nélkül avatkozott be Irakban. Most egy olyan formálódó szövetségről van szó, amely a NATO-n belül, de NATO felhatalmazás nélkül avatkozna be Ukrajnába. Ennek azonban hatalmas kockázata van, nyilvánvalóan Oroszország nem fogja különösképpen méltányolni azt, hogyha maga a NATO formálisan nem avatkozik be a háborúba, de NATO tagországok ezt megteszik. Tehát ennek a veszélyes útnak a legújabb mérföldköveiről szól a heteknek a cikke. Természetesen az ünnep kapcsán szó van március 15-éről és a magyar 48-49-es szabadságharcról. Közelebbről a romáknak a részvétele a 48-as szabadságharcban a cikkünknek a témája. Többek között a tüzérség terén adott hozzájárulásuk a magyar szabadságharcról. Erről szól Meki Mari Rose a cikke a hetekben. Segély a terrorhoz, a hit és érték rovatban az ENSZ-nek a kulisszatitkairól és leplezett bűneiről szól Pécsi Tibor történésznek az írása. Ugye a gázai háború kapcsán derült az ki, hogy az október 7-i brutális mészárlásban közvetlenül részt vettek ENSZ alkalmazottak, több mint egy tucatnyian, és magának az ENSZ-nek a Gázában működő infrastruktúrája, az ottani segélyszervezetnek a tevékenysége az ezer szálon kapcsolódik a Hamaszhoz, és szolgál a Hamasz szolgált, és szolgál jelenleg is a Hamasz tevékenységének a fedezésére. Erről szól tehát Pécsi Tibornak az írása. És egy különleges irodalomtörténeti cikk, irodalomtörténeti érdekességről szól Apáti Ildikónak a cikke, Molnár Ferencnek az egyik legnépszerűbb, legolvasottabb magyar
regényíró és drámaírónak az Elveszettnek hitt utolsó részben önéletrajzi regényéről szól a cikk, hogy ezt hogyan fedezték föl az Egyesült Államokban, kéziratban, milyen kalandos úton, módon került vissza ide Magyarországra, a Petőfi Irodalmi Múzeumba. Molnár Ferenc mai napig nyilván kötelező olvasmányként ismerik a legtöbben őt, a Pál utcai fiúk révén, de számos más remekműnek, színpadi remekműnek is az alkotója, és ebben az utolsó Elveszettnek hitt könyvében olyan információkat is lehet olvasni, most már magyarul is, amelyek az életének egy tragikusabb és borúsabb szakaszáról, az amerikai számüzetéséről szólnak. És végül szintén történelem, de egy néhány évszázaddal korábbi időszak, a Véres Mária keresztes hadjárata címmel. Talán legtöbben a Bloody Mary-t, mint egy koktélfajtát ismernek, amely a vörös színéről kapta az elnevezést, de valódi történelmi személyként Skót Mária első Máriaként uralkodó királynő regnálása valóban véres volt, méghozzá elkötelezett katolikusként elsőben protestáns, hitvalló keresztények voltak az áldozatai. Erről a sötét történelmi korszakról szól Diósi Dánielnek a cikke a Hetekben, és ezen kívül olvasható még a pajzsmirigy életmód foglalkozó témák szoktak még az lapnak a vége felé szerepelni. Ezúttal ezen a héten a pajzsmirigy alulműködésnek a kockázatairól, kezelési módjairól, tudnivalóiról szól a cikkünk. Ezek találhatók tehát a Heteknek a legfrissebb számában, és emellett ajánljuk szíves figyelmükbe a Hetek YouTube csatornájának az adásait és a rendkívüli híreket, amelyeket Kulifai Máté főszerkesztő helyettes készít, illetve az interjúkat, amelyeket többek közt Somkuti Bálint mellett Robert C. Castellel is egy közel 2 órás élő fórumot tartottunk a héten, amelyben körbejártunk számos témát, Ukrajnától kezdve az Egyesült Államokon át a Közel-Keletig. Ezeket is ajánljuk tehát szíves figyelmükbe, napi hírösszefoglalókkal is jelentkezünk, valamint Stelkovics Brigitta kolléganőnek is elindult egy sorozata, A világ, ahogy a nő látja, egy hír koktél az életnek és a világnak a könnyedebb híreiről, vagy ha nem is olyan könnyed hírekről, de könnyed feldolgozásba, ezt is ajánlom a szíves figyelmükbe. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, éljen a magyar szabadság, március 15-éhez, a nemzeti ünnephez kívánok szép időt, mindnyájunknak tartalmas programokat, és találkozzunk ebben a formában a jövő héten is, de addig is várjuk Önöket a különböző műsorainkkal. Jó olvasást is kívánok, a viszontlátásra!